Volt egy szép ládika, nőtt benne egy almafa. Én azon az almafán dinnyét szedtem délután. Nagyot ugrott Sárika, beszakadt a ládika. Már csak Vörös Sándor játékos gondolataiért is érdemes volt ellátogatni a Hetethét Játékmúzeumba. Sárikákkal ugyan nem találkoztunk, viszont a mosolygós gyermekszemek kárpótoltak bennünket. Sárika Moskovszky Éva néninek az egyik kedvenc babája volt, a saját gyerekkori babája, ezért is különleges. És szerettünk volna egy olyan saját ünnepet tartani itt a múzeumban, ami nem a karácsonyról szól, nem a farsangról szól, hanem csak a miénk, csak rólunk szól, és ehhez kerestünk egy babát, akinek most van a névnapja, ugye ma Sára nap van. Kárpáti Martéra bíztató jövő vár, és bár még kicsit szűkszavú, ugyanakkor nagyon is tudja, mi mindent lehet készíteni egy családi délelőttön, a mi játék. Azért készítünk különböző dolgokat, hogy ne legyen minden egyforma így. Mert ha egyből sok van, akkor így ilyen. Kárpátiék lánya, aki egyébként cserfes ifjú hölgy, a gyermekfő bizalmával szemléli és alakítja az eseményeket társaival együtt. Készítettem cérnából, meg ilyen puha anyagból madarakat, meg készítettem ilyen kemény papírból dobozt. A program folytatódik, a kézműves foglalkozások az együttlét pillanatain túl a jövőt mutatják.